Ez így nem lesz jó. Remélem, hogy ezt nem valamelyik szembe szomszéd írta. Mindegy, ebbe inkább nem megyek bele. Te bele fogsz kezdeni a pornóba. Azt feltételezem, hogy sok vibrátorod van. A jó Isten mentsen meg titeket a heterofasziktól. Nem mertem. Nem. Szeretek munkanélküli lenni. A couch potato. Come on. A mai napom az úgy volt szörnyű, ahogy kevés nap tud szörnyű lenni. Szerintem egész jó munkát végeztem az arcommal, és nem lehet látni, hogy két órával ezelőtt még a szemeimet sírtam ki teljes gőzzel. Úgyhogy, sziasztok! Arra gondoltam, hogy mi dobhatná fel jobban az estémet, mint hogyha leülnék a videót csinálni. Úgyhogy felvettem a kedvenc pulcsim. Beültem ide a kedvenc kis sarkomba, és jöttem videózni. <laughs> már jobb kedvem van egyébként, csak be kell kapcsolni a kamerát, és rögtön jobb. Vissza a régi szokásokhoz, fél egy van um, éjszaka. Nem is vagyok benne egészen biztos, hogy mikor tettem már ki ezt a névtelen kérdezős ablakot nektek, hogy mindent, ami feltételezésetek van rólam... Öncsétek ki és halljuk. Nem tudom, hogy mire számítottam, de azt hittem, hogy sokkal durvább lesz. Számított. <laughs> Milyen nevetek? Oh, Isten. Arra számítottam, hogy majd jönnek a nevek sorba, durvábbnál durvább feltételezések. Ahhoz képest egész van, Nyomjuk. <laughs> ki vannak screenshotolva, de igazából nem foglalkoztam vele, hogy sorrendbe rakjam, vagy bármi, úgyhogy ahogy screenshotolva van, megyek végig rajtuk. Azt hallottam, fent vagy OnlyFans-en. Egyébként, <laughs> ez így nem lesz jó. Van OnlyFans fiókom, mert, uh, mert mert van. De nem posztoltam soha semmit, tehát így aktívan nincsen, kukkolni van, feltölteni nincs. Leginkább azért voltál szőke, mert Bencének az a hajszín jön be legjobban. Nem? Egyébként megvan pontosan a pillanat. Hogy mikor döntöttem el, hogy én majd szőke szeretnék lenni. Amikor, amikor szerintem még bőven általános iskolás voltam, a tévé előtt ültem, és viva tévén. Innen tudjátok, hogy milyen öreg vagyok. Viva tévén. Lady Gaga-nak a Poker Face klipje ment, és én akkor ott ültem, 13 évesen mondjuk, és megvilágosodtam, hogy amikor nagy leszek ilyen hajam lesz. Frufrum nem volt, de a szőkét azt beadtuk, úgyhogy uh, nem, nem azért. Ezen visítottam, hogy szoktál mesztelenül lenni otthon. Remélem, hogy ezt nem valamelyik szembe szomszéd írta, ugyanis uh, igen, nem tudom, hogy miért, de elég sokat nudizok itt. Um, vagy ha nem is teljesen mesztelenül mászkálok, akkor uh, elég hiányos öltözékben. És <coughs> És volt már olyan, hogy előfordult már olyan, hogy amikor átnéztem, nem messzelenül voltam, de átnéztem szembe az egyik ablakhoz, akkor felmértem, hogy én tisztán látom a nénit, aki ott van szembe, ami azt jelenti, hogy valószínű, hogy ő is tisztán lát engem. Ami azt jelenti, hogy ha nem ruhába vagyok, akkor is tisztán látnak. Úgyhogy gyorsan beszereztem a függönyöket, Úgyhogy tényleg remélem, hogy nem szomszéd írta. Bomba vagy, szóval Tuti nagyon jó vagy az ágyba. Erről én nem tudok nyilatkozni, de köszönöm a feltételezést, igazán jól esik a kis lelkemnek. Féltékeny vagy per voltál arra a nőre, aki most Bencével videózik. Kezdeném így az Origin story -tól. valamiért nem vagyok féltékeny típus. Akkor se voltam Bencére féltékeny, vagy a csajokra, akikkel Beszélt, videózott, amikor együtt voltunk így meg, hogy nem vagyunk együtt, pláne nem, úgyhogy uh, erre a válasz nem. Szerintem egy nagyon kiegyensúlyozott, magabiztos nő lettél az elmúlt fél évben. Köszönöm szépen, határozottan dolgozunk ezen a uh, történeten. Um, kiegyensúlyozott, pont a mai nap mutatja, hogy egyébként fullon nem. De néha kellenek ilyen meldának, azt hiszem. Legalábbis ezzel nyugtatom magam. Azt gondolom, hogy rosszul érintett a szakítás, és ezért lett ilyen glóápod, de nem bánod, mert nagyon boldog vagy jelenleg. Rosszul érintett a szakítás olyan téren, hogy nagyon nagy kudarcként éltem meg, hogy nem működött. Maga a szakítás, mindegy, ebbe inkább nem megyek bele. Az, hogy glóápom volt, azt köszönöm, igyekszem, még mindig. Remélem, nem tartunk a végén, de nem bánod, mert nagyon boldog vagy jelenleg. Igen. Kisebb, nagyobb hullámvölgyekkel, mint mindenkinek egyébként, de határozottan sokkal boldogabb vagyok. Azt hallottam, hogy a te anyukád igazából nem is az anyukád örökbe vagy fogadva. Aki ismer minket igazán, és tudja, hogy, hogy néz ki az anyukám, abba szerintem kérdés nem merülne fel, de mivel ti nyilván nem tudjátok, hogy ha megengedi, akkor vágok be képeket, közös képeket, stb. stb. Szerény véleményem szerint nagyon hasonlítunk, de egyébként is a válasz nem. Nem vagyok fogadott bébi. Terhes vagy. Ezt határozottan tudom, hogy nem vagyok, úgyhogy erre tudok válaszolni. Van más kapcsolatod? Nincsen más kapcsolatom. Annyira vagyok szingli, amennyire szinglinek lehet lenni. Nagyon önbizalomhiányos vagy? Nem gondolom magam annak. Egészséges önbizalmam van. Totálisan tisztában vagyok a hibáimmal is. De úgy gondolom, hogy a, az előnyeimmel is ezt mondjuk így, hogy előnyeimmel. Mindegy. Ami jó, azt tudom, hogy jó. <laughs> Ezeket imádtam. Mutatom a palettát. Hogy Bencével titokban kavartok? Nem kavarunk titokban Bencével. Megcsaltad Bencét? Nem csaltam meg Bencét. Bence szakított. Bence megcsalt téged, és azért szakítottatok. Senki nem csalt meg senkit. Még mindig szeretett Bencét, és hogy vissza fogtok találni egymáshoz. Négy és fél évig voltunk együtt, valamilyen szinten mindig törődni fogok vele, és érdekelni fog, hogy hogy van, de nem, és nem, nem hiszem, hogy lesz nagy, könnyes, sírós, boldog egyesülés. Nekem azt mondták, hogy Bence más nőkkel flörtölt melletted, ezért lett vége a kapcsolatotoknak. Nem ezért lett vége a kapcsolatunknak. Úgyhogy, ha flörtölt is más nőkkel, <laughs> akkor ügyes volt. Attól függetlenül, hogy az egyik kedvenc videós per influencer csajszín -in vagy, szerintem Bencével már rég nem voltatok együtt, csak a közös videók nézettsége miatt maradtatok együtt. És bőven hónapokkal per évvel azelőtt vége lett, hogy bejelentettétek. Utoljára soha többet nem fogok ilyenekre reagálni. Amikor együtt voltunk, igazából csak PR fogás volt, hogy együtt voltunk, de most, hogy már nem vagyunk együtt, még mindig összejárunk. Értem ám, figyelek, nem. A szakítós videó előtt egy hónappal lett vége, ha hiszitek, hanem. nem. Azt hallottam, hogy nem beszéltek Bencével, csak eljátszátok, hogy jóban vagytok. Kinek játszuk el? Hát nem is láttok minket nyilvánosan együtt. Kinek kellene eljátszani? Az egyik haverom állítása szerint túlzottan jóban maradtatok Bencével. Nem. Csak azért költöztél fel Pestre, hogy Bencével többet találkozz? Nem. Egyszer találkoztam Bencével, amióta felköltöztem, és azért, mert szükségem volt a gardróbomnak az ajtajára. Élvezett, hogy népszerű vagy. Valamelyik nap beszélgettünk, nem is tudom, hogy kivel, de valamelyik barátnőmmel erről negatív és pozitív dolga annak, hogy egy kicsit többen ismernek, és a pozitív oldalát nyilván élvezem, szeretem, Szerintem arra majdnem mindenki azt mondaná, hogy persze. A negatív oldala tanulom, hogy hogy kell kezelni, még mindig ennyi. Kellemetlen volt a bencés szakítást bejelentő videó, és inkább kínodban nevettél. Én akkor ott nem éreztem kellemetlennek, nem tudom, hogy nektek hogy jött le, akik csak néztétek és nem voltatok ott. Azt a videót több mint egy hónappal az igazi szakítás után vettük fel. Ha nevettem, akkor azért nevettem. Nem is emlékszem már, hogy mi van a videóban egyébként, de ha nevettem, akkor tényleg azért nevettem, mert úgy éreztem. Igazából egy kicsit fura azért, hogy le kellett üljünk. Elmondani, hogy szakítottunk, mert be kellett jelenteni. Tehát ugye ez amúgy egy ilyen teljesen nonsens dolog, de de igen, én nem éreztem kellemetlennek. Introvertált vagy, A saját érzés és pár nagyon profi TikTokos teszt alapján is ambivert vagyok. És egyébként tényleg így is gondolom, az esetek nagy részében extrovertált vagyok, de vannak olyan helyzetek, amikor határozottan introvertált. Úgyhogy a... szerintem kell most neked ez az egyedül lét és a szabadság. Az előző <laughs> ülésen Lucával pont erről beszéltünk, és mondtam neki, hogy megbolondulnék, hogyha valaki itt a lakásban élne velem, és akár csak az együtt élés szintjén valakivel foglalkoznom kellene, Úgyhogy igen, ennél tökéletesebben nem is mondhattad volna. Evés zavaros voltál. Az sose voltam. Um, sokszor diétáztam, sokféle diétát csináltam. Volt, amikor uh, keményebb diétákat is csináltam, még begden. Most látszik, hogy nem. De lekopogom étkezési rendellenességem sose volt. Szerintem nagyon egyszerű kedves lány vagy, nem vagy beképzelt, és nem vagy elszállva magadtól, jó lehet a barátnődnek lenni, mert megbízható vagy, és jó beszélgető partner. A mondat első felével igazából teljes mértékben egyetértek, a második felét meg remélem, hogy a barátnőim megerősítenék. Szerintem egyébként határozottan jó beszélgető partner vagyok. Láttam egy TikTokot, amikor a Faszi kérdezi a nőtől, amikor egy full nagy nice sztoriba van, hogy mire van szükséged. Csak hallgassalak meg, helyeseljek, vagy én is legyek mérges veled. Nagyon jól tudom hozni mindegyiket, úgyhogy eh, szerintem igen. Nagyon sok esztétikai műtéted van, nincs. Esztétikai, szépészeti beavatkozásaim, töltések voltak, de azt is hozzátenném, hogy évekkel ezelőtt, szóval... Az arcomba konkrétan négy éve töltettem először és utoljára, a számban van azóta töltve, úgyhogy nem, nem van sok esztétikai műtétem. Azt feltételezem, hogy azért hagytad egy időre abba a lovaglást, mert fontosabb lett, hogy nézel ki, és a lovaglás nem volt elég divatba élő. Bícs, amikor olvastam ezt a feltételezést, pont Dóri barátnőmnél voltam, akiről tudni kell, hogy ugyanúgy versenyzett, mint én. És így összenéztünk, és megállapodtunk benne, hogy a lovaglásnál elegánsabb, időtállóbb, divatosabb sport nem nagyon van, és soha nem is lesz, szerintünk. Ugyanis, ha most ezt így megnézitek, amikor verseny van, nem tudsz mit csinálni, divat az egész. Azért a kobakodon van egy kis kő, csak hogy a nyári versenyeken mondjuk csillogjon, hogyha rásít a nap, előfordulhat, hogy azért az öved a ló alá a fülvédője, de még egy kicsit a csizmád is csillog, mert csajok vagyunk, és miért ne csillogna. De egy picit azért kisminkelsz versenyre, hogyha jó lesz a kép, akkor az tényleg jó legyen. A hajadat frissen mosod verseny előtt, mert az, ami kilóg a kobakból, az azért csak legyen szép. És egyébként is a lovat is azért még be is bogyózod, hogy fixen bomba legyen. Tehát, nem, nem azért hagytam abba, mert nem volt divatba élő, meg az, hogy hogy néz, hogy... nem. Ha volt, azért dúsabb most. Ezeket annyi... Annyira szeretném tudni, hogy ezek honnan jönnek. Aki tudja, hogy hogy működik egy haj beültetés, nem kopasznak kellene lennem még. Nagyon, nagyon pici hajamnak kellene lennie. Nem volt hajbeültetésem. Maradjunk annyiba, hajvitamin szedek, de hajbeültetésem nem volt. Én azt feltételezem róla, hogy egy nagyon szívos és kitartó lány vagy, csak így továbbrebek. Nagyon szépen köszönöm. A, oh, ezek olyan jól esnek. Úgy hallottam, ufó vagy, mennyire jó lenne. Mennyire? Nem vagyok, sajnos. Meg ha az lennék, sem mondanám el. De nem vagyok, de szeretnék. Ha valakivel beszélgetsz, az hetekig tart, máskülönben vissza sem írsz. Nem értem, hogy a kettő hogy kapcsolódik össze. Ha valaki rám hogy szia, vagy mizú, azokra nem szoktam visszaírni. Ha valaki kérdez, és normális, azoknak vissza szoktam írni, legyen az fiú vagy lány. Ha valakivel beszélgetek, az hetekig tart. Hát, vagy igen, vagy nem. <laughs> nem értem. Hát. Benne lennél a barátság ezt, extrákkal per összejárós dologba olyat írsz, hogy el se tudom olvasni. Bence mellett gátlásos voltál, ha már nem fette ruha a teljes testedet, nem jöttél kamera elé. Most is ruhában vagyok. Ruha nélkül nem igen szoktam. <laughs> nem jó megfogalmazás. <laughs> nem nem igen, hanem ruha nélkül nem szoktam videózni. És egyébként szerintem... Nem voltam gátlásosabb, mint most vagyok, vagy nem vagyok most felszabadultabb, mint akkor. Na, tessék, hogy te bele fogsz kezdeni a pornóba. Nem fogok pornózni Nem. Azt beszélik, nem volt olyan könnyű neked a szakítás, mint állítod. De kik, kik beszélik? Na, annyira hosszú, annyira részletesen bele kellene menni, hogy hogy úgy teljesen érteni lehessen a dolgot, de. Nem akarok. Leálltál a rendszeres testmozgással? Oh, Nagyon régen nem voltam edzeni. Elég sok... El kell kezdjek újra edzeni. Igen. Azt hallottam, hogy Bence miatt csináltattad meg a szádat, s többi szerintem amúgy nem igaz. Valóban nem igaz, én szerettem volna... Azt feltételezem, hogy számodra fontos, hogy pénzes legyen a párod. Nem, szóval nem kritérium, de nyilván aki azt mondja, hogy nem örülne neki, az szerintem hazudik. Én véleményem, de én így gondolom. Azt feltételezem, hogy sok vibrátorod van. Mennyi a sok? Kezdjük azzal. Szerintem még régebben valamikor említettem nektek, hogy van egy podcast, amit imádok. Ez a podcast egyébként Sex Emilia neve. És uh, abba hallottam <laughs> egy vibrátort még egy jó pár éve, amit nagyon dicsértek, és mondtam, hogy bitch, eljött az idő, akkor let's go. Azóta lett még pár testvéred, de nincsen sok. Viszont, amire nagyon büszke vagyok, hogy uh, totál tündérkereszt anyuba nyomom, és négy vagy öt barátnőmnek vettem én az első vibrátorát, úgyhogy uh, igen. Most érjünk vissza arra, hogy mennyire vagyok jó barátnő, és akkor gondoljuk át a dolgokat, és értékeljünk újra. Köszönöm szépen. Only fansed van, őszintén nincsen, hogy domina vagy. Köszönöm, hogy kinézett belőlem, nem vagyok domina. Azt feltételezem rólad, hogy már kiskorod óta gyantáztatod magad odalent, hogy jut eszébe valakinek ilyen. Nem tudom, hogy mi számít kiskornak. Régen gyantáztam, aztán lézereztem. If you know, you know. Hogy volt műtéted? Képzeld el egyébként, volt. Törtem a kezem, a lábujjam, a gyűrűs ujjam, ami egyébként azóta is olyan nyomorult ferde, össze visszafordult meg minden. Um, mi volt még? Ezt, amikor műtötték, ébren voltam. A legjobb volt. Műtötték egyszer az orrom, azóta ilyen ferde, és egyébként orsavény ferdüléssel műtöttek. Az irónia. Ferde is lett, és levegőt se kapok jobban. Úgyhogy totál megérős volt. Hogy volt idősebb palid? Mi számít idősebbnek? balettos akartál lenni. úr Isten, imádom a balettot, meg vagyok veszve a balettért. Volt egy időszak, amikor csak azt néztem YouTube-on, a TikTokom abból állt ki. Mm, imádom a balettot. Testalkatom nem feltétlen lett volna megfelelő baletthoz, úgyhogy örüljünk neki, hogy lovagolni kezdtem, de, de imádok mindent, ami balett. Hogy volt olyan, amikor nem voltál biztos benne, hogy hetero vagy. Folyamatosan azt mondom, hogy bárcsak. bárcsak meleg lennék, nem vagyok. Nem is volt ilyen kérdéses pillanatom, de nagyon szeretnék az lenni. Mert a faszik. Oh, ne! A jó isten mentsem meg titeket a hetero fasziktól hogy nem bízol meg az emberekben, sokszor még a barátaidban sem. Az elég szar élet lenne amúgy. Úgyhogy de, radizgat. Nem feltétlen radizgatok. Hogy csak azért voltál az előző pároddal, hogy hírnevet szerez. Hogy Bencének a barátnőjével jóban vagytok. Nem találkoztam még Bence barátnőjével, amennyit láttam belőle, cukicsajnak tűnik. Nem találkoztunk még. Annyira szép vagy, ha mindketten buszsofőrök lennénk, én kétszer intenék neked, ha szembe jönnél. Hát ez volt a kedvencem. Nem tudom, ki vagy, de én is kétszer intenék neked. Azt feltételezem rólad, hogy lassan megnyíló ember vagy mások felé, illetve, hogy mindent megteszel a céljaid eléréséhez. Mm -hmm. Erről beszéltünk egyszer Lucával, és mondtam neki, hogy két opció van. Az egyik az az, hogy vagy nem érzem így a vibe valakivel, és beszéltetem, és így semmit nem mondok el. Vagy van az, hogy annyira egy hullám hosszon érzem magunkat, hogy mindent, mindent, amit el tudsz képzelni. Um, úgyhogy ilyen 50-50. Az meg, hogy mindent megteszek a céljaim elérése érdekében, nem mindent, de normális kereteken belül, igen. Bence nélkül boldogabb vagy? Üm, hát ez így nem szép leírva, de úgy gondolom, hogy igen. Azt feltételezem rólad, hogy a kapcsolatod lezárása óta boldogabb vagy ugyanaz. Azt hallottam rólad, hogy tinderezel. Nem. Üm, akartam. Nem mertem. <laughs> Az a baj, hogy. Addig nagyon adom a tindert, amíg húzogatni kell. De amikor beszélgetni, meg találkozni kellene, azt nem. Úgyhogy um, nem. Semmilyen online rand is, akármin nem vagyok fent. Mm -mm. Nope. Szia Rebeka! Én azt feltételezem rólad, hogy a szakítás adott neked igazán okot arra, hogy szintet lépj az életben, és ez akkor a változásokkal járt, hogy most kívül belül csak úgy ragyogsz, és most már igazán várod azt, hogy eljöjjön az életedbe az a férfi, aki mindezt megbecsüli és értékeli. Nem azt mondanám, hogy a szakítás adott okot, de nyilván az egy olyan helyzet elé állított, ami... amiből a legtöbbet akartam kihozni, és most így, így vagyok itt. És a mondat második fele igazából igen, de nem így fogalmaznék, hogy most már csak azt várom. Még nem gondolom, hogy készen vagyok a nagy de, de majd, ha készen leszek, akkor nyilván igen. Szerintem, ha nem lenne akkor a félreértés per negativitás az OnlyFans körül, akkor már neked is lenne ilyen oldalad, amúgy támogatnám az ötletet. Köszi. <laughs> Szoktam nevetni, amikor Engedélykérésekbe dobáljátok fel ötletnek, hogy én fizetnék. Köszönöm, de nem. Um, hát igen. Ja. Zárkózott vagy, szeretsz magadban lenni és mindent egyedül csinálni? Um, nem mondanám, hogy zárkózott vagyok, de nagyon szeretek egyedül lenni, és uh, nem jó tulajdonság, nem szeretek segítséget kérni. Amit csak lehet, azt egyedül szeretek megcsinálni. Szeretsz takarítani, Takarítani, igen, pakolni nem. Új, yeah. utálok pakolni. Utálok. Szeretsz másokkal törődni, anyatípus vagy. Egyébként igen, erről is beszéltünk Lucával. Egy kicsit néha ezt túlzásba viszem, úgyhogy próbálom ezt így most normális mértékben tartani. De igen. Feltételezem rólad, hogy Bence után rögtön találtál szexpartnert. Köszönöm a feltételezést nem eszel embert, így oda lehet menni hozzá, ha valahol látunk. Még nem volt rá példa, hogy megegyek bárkit, úgyhogy igen, gyertek nyugodtan. Sőt, hogyha láttok nyilvánosan, akkor kérlek szépen titeket, inkább gyertek oda, mert a hidegrázattal, amikor mutogattok, az az egy dolog, amitől olyan szinten rosszul vagyok, hogyha nyilvános helyen vagyunk, hogy elmondani nem tudom. Imádom, amikor oda jöttök, így, egyenesen, Tudom, hogy jöttek, és beszélünk, és vagytok, és cukik vagytok. De amikor látom, hogy mutogattok 500 méterről, és sútyiba... Nem. Uh -huh. Meddő vagy. Um, hivatalosan nem tudom, mert nem próbáltam még terhes lenni, de a Jade után, ugye, elég sok. Hormonális nőgyógyászati mindenféle dokinál vizsgálatot végigjártam. Elméleti szinten nem. De hát ez majd kiderül. Előbb-utóbb. Inkább-utóbb. Határozottan-utóbb. Nem szereted azt a becézést, hogy rebi? Valóban nem. Ö, unokatesom, egyik unokatesom hív rebusnak. Tőle szeretem. Más még nem próbálta. Nem. Valahogy. Múltkor valakivel próbálkoztunk becenevet találni nekem. Nem, nem nagyon megy, nem. Barátnőm mondta, hogy van only fenced. Barátnő tévedett. Még mindig nincs. Lovas körökben nagyképűek vagytok, csak a pénz miatt jutottatok el oda, ahol vagytok. Én nem így látom. Hmm. Hát a lovagláshoz kell pénz. Nem kevés. Úgyhogy uh, valamilyen szinten Igen. A pénz miatt jutottunk el, mert ha nem lett volna, akkor lehetsz akármilyen ügyes, nem nagyon jön össze a dolog. Megint a nagy képűségre egészségesen bizalom, szerintem. Az kell a lovagláshoz, minden sporthoz kell, de amikor egy 6-700 kilós jószággal el akarod hitetni, hogy te vagy a főnök, akkor ott azért nem árt, hogyha elhiszed. Ezen kívül, ja, nem. Van barátod, nincs barátom. Egy nagyon talpra esett rendkívül tehetséges nő vagy, igazán felnézek rád. Nagyon szépen köszönöm. Van valaki, akivel alakulnak már a dolgok, csak az előző kapcsolatod miatt nem akarod még publikusra hozni. Nincsen senki, akivel alakulna, de, de egyébként nem szeretnék ebből nagy publikus izét, hozét csinálni. Ha lesz, nem azt mondom, hogy nem fog megjelenni itt-ott, előbb-utóbb, de biztosan nem azonnal. Ezer százalék, hogy nem azonnal. Azt feltételezem, hogy nincs új barátod, de ismerkedsz, és tudja, hogy van pár jelölt, akivel szimpatizálsz. Elég szűk a kör. Erről is beszéltünk Lucával. A legkisebb dolgok olyan instant ikket adnak, hogy falra tudnék mászni, úgyhogy ebből tudom, hogy nem állok készen. Úgyhogy nem. Pár helyen azt írták, hogy te is szakszendával fogytál. Nem. Full diétával fogytam, megedzéssel, uh, viszont azt hozzátenném, hogy amikor az első endokrinológusnál voltam, és elmondtam neki a tüneteimet, tapasztalásaimat, stb. stb. Azt mondta, hogy hát ja, a véreredmény nem mutatja, hogy pajzsmirigy problémáim lennének, úgyhogy gyógyszert arra nem tud adni, viszont van egy nagyon jó inekció. Én meg így néztem rá, hogy bitch, bye, nem. Tehát, hogy nem. A lehetőségem meg lett volna rá, ezt akarom kihozni, konkrét endokrinológus. A helyet, hogy megoldotta volna a problémát, azt mondta, hogy ad nekem fogyasztó szurit. Nagy újrakezdő vagy. Hát annyira nagyon újrakezdenem nem kellett még sokszor, de köszönöm. Bencén másztál fel, és azért nem szakítottál előbb, mert tudatosan alakítottad a karriered. Annyira. Nem is tudom, hogy mit gondolok arról, hogy ti ilyen megfontoltnak, és, és taktikusnak, és, és előre tervezőnek láttok, vagy, vagy, nem tudom. Nem. Az, hogy a csatornáimnak, felületeimnek köze van Bencéhez, az tagadhatatlan, mert nincs az az opció, hogy ne legyen köze hozzá, de, de nem, nem ezért voltunk együtt. A, ezt egyébként elvileg tudnotok kellene, de amikor én megismerkedtem Bencével, én azt sem tudtam, hogy ő ki. <laughs> Úgyhogy, uh, ups. Sokan azt mondják, hogy drogozol, mióta Bence elhagyott, de tudom, hogy nem igaz, én nagyon imádlak soha nem drogoztam. Kíváncsi, annyira kíváncsi lennék, hogy ez milyen körökbe terjed. Lett volna rá többször lehetőségem, elég sok társaságba megfordultam. Egy az, hogy elképesztően kellemetlennek tartom. Tehát egy nagyon alja tartom. Kettő, meg hogy full beszari vagyok, úgyhogy semmit nem mertem kipróbálni, és nem is mernék, és nem. Mm -mm. No, thank you. Azt hallottam róla, hogy a szakítás után azért tűntél el, mert nagyon megviselt az egész. Ebben a videómban megnézhetitek, hogy miért tűntem el. Soha semmiért nem kellett keményen megdolgoznod, minden a feneked alá lett tolva. Hát nem tudom, hogy mi mindenre gondolsz de az tény, hogy nem éheztem gyerekkoromban, nem kellett 16 évesen már munkát vállalnom. Nagyon sajnálom, akinek nem ilyen gyerekkora volt, viszont ezért nem fogok bocsánatot kérni. Főleg úgy, hogy semmi közöm igazából hozzá, tehát nem miattam volt ilyen, vagy nem volt ilyen. Ezen kívül nem látsz, nem tudom, extrém drága a ruhákban, full luxus kocsival, folyamatosan utazni, vagy nem tudom, tehát, hogy nem. Pont, 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 nincs munkád. I know. Most erre mit mondjak? Szeretek munkanélküli lenni. Most erre mit mondjak? Na. Otthon vásárhelyen te is ízes parasztosan beszélsz a családba. Nem vagyok tájszólásos. Volt egy barátnőm, akivel uh, rendszeresen, csak és kizárólag Gyönyörű, szép vásárhelyesen ővel beszéltünk. Van egy oldal, amit követek, vagy legalábbis rendszeresen nézem, ami vásárhelyi ős szavakat tesz ki, meg mondatokat. Imádom, de nem. Valahogy nem, nem jön, nem tudom. Több ideig szerhasználó voltál, ezt már megbeszéltük. Paliról Palira jársz. Nem, azt gondolom róla, hogy te jég hátán is megélnél. Köszönöm szépen. Reméljük, hogy nem kell kipróbálni. De köszönöm. Terhes voltál az exettől, Sose voltam terhes. Már nem vagy szűz. Ez így 25 évesen egy nagyon merész tipp volt. Hogy nincsen barátod, és ha rádírok, eljössz velem randizni. Ö, próbáld ki. Szereted a fánkot? Imádom a fánkot. Úristen. Annyira szeretem. Azt feltételezem róla, hogy kurva jó fej és fix jóba lennénk. Írám. Ír nagyon makacs vagy. Néha. Oké. Okay. Én vagyok az is, aki mindig megpróbál mindent megoldani, és valami kompromisszumot találni. Viszont a horoszkópom szűz. Úgyhogy ha igazán van, akkor igazán van. <laughs> Egy nagyon megoszó személy voltál nekem. Szerintem mind azt hittük, hogy válaszra sem eltadsz majd, de nagyon pozitívat csalódtunk. 50-60% Emlékeztek -e erre a képre <laughs> és arra a fiatalemberre ott a háttérben? Na most az van, hogy ők bejelöltek engem, én meg visszaigazoltam őket. És egyik pillanatra a másikra bekerültem a baráti csoportjukba, és rengetegen vannak a csoportba, indokolatlanul sokan, és egy pár hétig aktív felhasználója voltam a csoportnak sikítottam rajtuk, nagyon viccesek. Megkaptam a csoportszabályzatot, mert ilyenjük is van, nem hiszitek el, meg minden, mindegy, a sztorikat meg tudtam, de imádtam. És most már nem vagyok aktív a csoportban, de benne vagyok, és nagyon cukik. Azóta is látom, amikor lájkolják like a képeket, úgyhogy kurva jó fejek. <laughs> Ki gondolja, hogy egy West End mellett lőtt képből. Mi lesz? Imádom. A suliban pár lánya azt mondta, láttak téged valami pasival smárolni. Nem tudom egyébként, hogy hol gondolják, hogy láttak, de ha pasival smárolok, akkor ezt nem olyan helyen csinálom, hogy bárki lássa. Hogy mértartó nélkül lógnak a cicieid. Lóghatnának egyébként, de köszönik szépen, jól vannak. Meg egyébként tök sokat szoktam lenni melltartó nélkül, úgyhogy látjátok, vagy log vagy nem. Nem, tehát így, hogy... na. Hogy sokat szoktál melltartó nélkül lenni? Most mondtam, igen, látod. Hogy hajlandó lennél nudista strandra menni külföldön? Egyébként nem. Valahogy ez, az... ah, nem. Mm. Szétadom, hogyha te jársz nudista strandra, de nekem valahogy nem vibe. Nem azt feltételezem róla, hogy olyan lány vagy, akivel meg lehet beszélni a problémákat, nem a hiszti és a duzzogás megy állandóan. Mit mondtam? Kompromisszum. Szerintem egyébként határozottan igen. Jó fej vagyok. Mondom, higgyétek el. Vetettél már egy gyereket? Nem. Szerelmes vagyok beléd. Név nélkül mit csináljak veled? Mondd meg, ki vagy. Túlzásba estél az arctöltéssel. Te meg unalmas vagy. Mondom még egyszer, négy évet öltettem az arcomba utoljára. Nem tudod, mit csinálnál, ha nem influencer lennél? Félig igazad van, ugyanis konkrét tervem, hogy mit csinálnék, hanem ezt, az nincs. De ötleteim egyébként vannak, tehát, hogy meg tudnám oldani. Úgy gondolom. Külön személyiséged van az életed különböző részeihez, videózás, munka. Most láttam egy cia és volt CIA és ügynökkel interjút, aki elmondta, hogy mindenkinek három személyisége van. Van egy nyilvános, egy privát és egy titkos, és hogy mibe különbözik ez a három szint. Úgyhogy valamilyen szinten igen, viszont megint csak Dórinál voltam valamelyik nap, és ő mondta, pont posztoltam ki egy videót, és csak azt indítottam el, és így felnézett, hogy az meg, az hittem, hogy hozzám beszélsz, és így néztem rá, hogy mi van, és mondta, hogy a mostani videóimban ijesztően ugyanolyan vagyok, mint hogyha FaceTime-on beszélnénk. És ő ezt amúgy negatívumnak szánta, de én annyira örültem neki, mert uh, úgy érzem, hogy most így tényleg kezd ez a besti kapcsolat megteremtődni köztünk. És uh, értitek, hogy mit akarok mondani, na? A végére értünk. Nem hiszem el. Így fél kettőre befejeztük egyébként. Úgyhogy ezek voltak a ti feltételezéseitek rólam. Ugye, hogy nem volt olyan vész. Rosszabbra számítottam. Tehát azt hittem, hogy sokkal durvábbak lesznek. Imádok beszélni. Annyira szeretem a saját hangomat hallgatni, hogy ezt elmondani nem tudom. Úgyhogy. Csináljunk még ilyen beszélgetős videókat. Mostanában ezeket élem a legjobban. Leülni ide a kanapéra, nyakig betakarózni, és beszélni. És ti meg vagytok olyan jó fejek, hogy nézitek ezeket. Living my best life. Úgyhogy köszönöm, hogy vagytok, hogy itt voltatok. Ezt régen mondtam úgy, hogy hagyd mondjam el, hogy ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot. <laughs> Írjatok kommentet, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!